Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Pécsi Balett Mini 7. epizódjában. Az eddigiekhez hasonlóan most is bemelegítéssel fogunk kezdeni. Kezdjük az első gyakorlatunkat. Egyenes háttal ülünk, mintha nekidőlnénk a falnak, lehúzzuk a vállakat, tartjuk a pocakot, oldalt rézsút tartásban a kezünk, az újbegyek érintik a talajt, nem támaszkodunk rá, csak lazán megérintjük a talajt, kihúzzuk magunkat, hosszú hattyú nyakunk van, átnyújtva összezárjuk a két lábunkat, lefeszít a spicc. És kiforgat, beforgat, kiforgat, beforgat. Ebből lesz 4 darab. Utána pipa, kiforgat, spicc, beforgat, ebből szintén 4. Majd fordítva kiforgat, pipa, beforgat, lefeszít a spicc, ebből is 4. A végén hosszan előre hajolunk egészen a lábunkra, és visszagördülünk. Emlékszel erre, Olivia? Igen. Akkor kérem a zenét. És kiforgatjuk, beforgat. Figyelünk a hátunkra, hogy végig egyenes legyen. Lehúz a váll. Jön a pipa rész. Kiforgat. Pipa, teljes lábunkat forgatjuk, combból, még 2 ebből. Kiforgat, lefeszít, bezár. Azaz, és most fordítva, kiforgatással kezdünk. Pipa, összezár a két lábfej. Kiforgat a láb, pipa, összezár, még 2 ebből. Hasat tartjuk, kihúzzuk magunkat, és le a váll. Azaz. És most hosszan előre hajolunk. Jó hosszan, és le a buksi. Azaz. És visszaülünk. A következő gyakorlatunkat Olivia fogja megmutatni. Alkartámaszon vagyunk, lehúzzuk a vállakat, hosszú hattyú nyakunk van, átnyújtjuk a térdeket, lefeszítjük a spiccet. Felhúzzuk az egyik térdünket, passzé helyzetig, kiforgatjuk, és szépen lassan lecsúsztatjuk. Ezt megcsináljuk a másik lábbal is. Felhúz a térd, kiforgat, és szépen lecsúsztat. Ugyanezt visszafele megismételjük, kiforgatjuk, beforgatjuk, és lecsúsztatjuk. Jön a másik láb, kiforgat, beforgat, visszacsúsztat. Mind a kettőből 4 darabot fogunk csinálni. Ezek után a két láb egyszerre felhúz, beforgatva, kinyitjuk pillangóba, lecsúsztatjuk. Ebből is 4 darab lesz, majd fordítva pillangóba húzzuk fel, beforgatjuk, összezárjuk a térdeket, és lecsúsztatjuk. Kérem a zenét! Azaz, bal láb húz, beforgatva, kiforgat, és lecsúsztat, azaz, másik lábbal ugyanez, végig feszít a spicc, és másik láb, kiforgat, azaz, tartjuk a pocakot is, és lecsúsztat, jön visszafele, kiforgatva húzzuk, beforgat, és lecsúsztatjuk. Másik láb, oldalra néz a térd, beforgat, azaz, még 2, oldalra néz a térd, beforgat, szuper, és oldalt a térd, jön a két láb egyszerre beforgatva, beforgat, kinyit pillangó, és lecsúsztatjuk. Végig feszít a spicc, azaz, és beforgatva, két térdünk, mint a kaméleon szeme, oldalra néz a kiforgatásnál, és visszafele ugyanez, és húz kiforgatva, összezár, lecsúszik. Tart a pocak végig, le a váll.
Következő gyakorlatban fekszünk a hátunkon, oldaltartásban van a két kéz, tenyér a talajon, hosszú a nyak, leér mind a két lapocka a talajra, behúzzuk a pocakot. Felhúzzuk a két térdet, és most összezárjuk őket. Felemel az egyik láb, spitz, kiforgatjuk, oda magasra a plafonig nyújtjuk a lábunkat, beforgat, letesz. Ezt megcsináljuk a másik lábbal is, fölemel, nyújt messzire a plafonig, kiforgat, beforgat, visszahelyez a földre. Ezt megcsináljuk spiccel négyszer, majd jön pipával ugyanez. Felnyomjuk a sarkunkat a plafonig, kiforgatjuk, visszaforgatjuk, letesszük, jön a másik láb, kiforgat, vissza, letesz. Két térd összezárva van, ebből is négy lesz. Jön mind a két láb egyszerre, spitz. Kiforgat, tart a poci, visszaforgat, letesz, ebből négy darab, majd ugyanez pipával, két láb összezár, kiforgat, vissza, letesz. Ebből is négy darab. Kérem a zenét! Jó, tart a pocak, és hosszan nyújt, kiforgat, vissza, letesz. Jön a másik. Nyújt oda fölfele a plafonig, azaz, emel a láb, kiforgat, a csípő marad a helyén, nem mozgatjuk. Nyújt, ugyanez lesz pipával négyszer. Sarok a plafonig, azaz, nyújt az egész láb, átfeszít a térd, tol a sarok a plafonig, azaz, jó, a csípőt nem mozgassuk a talajon, az végig egy helyben marad, két láb egyszerre spitz, kiforgat, beforgat, vissza, azaz, nyújtjuk a térdet, még kettő ebből, átnyújt a térd, később nagyon fontos lesz, hogy a talajon is meg fogjuk tudni csinálni, akkor majd állva is sikerül. Nyújt a térd, azaz, sarok a plafoniktól, jó hosszan, utolsó, következő gyakorlatunkat háton fekve fogjuk végezni. Átnyújtjuk a térdünket, lent a derék a talajon, a két kar oldalt van, hosszú hattyú nyakunk van. Tartjuk a pocakot. Feljövünk, első pozícióig, majd visszafekszünk a talajra. Ebből négy darabot fogunk csinálni. Utána feljövünk első pozíció, felemel a kar harmadik pozícióba, tartjuk a nyakunkat, vállunkat, és visszahelyezzük magunkat a talajra. Ebből kettő darab lesz. Majd megismételjük az egész sorozatot előről, négy első pozíciós lesz, és négy elsőből harmadik pozícióba. Ja. Kérem a zenét! Azaz, nyújt a térd, lefeszít a spitz, és feljön első, és vissza. Tart a pocak, azaz, hosszú nyak, fönt, vissza, jön a harmadik pozíciós, le a váll, és vissza, azaz, jön előről az egész, négy első pozíció, vissza, fönt, vissza, arra figyelünk, hogy nem a fejünket akarjuk hallítani, hosszú nyakunk van végig, elsőből harmadikba, vissza, utolsó, azaz, szuper. Ezt a gyakorlatot hasonfekve fogjuk végezni. Felemel az egyik kéz, visszahelyez a talajra. Jön a másik kéz, vissza a talajra. Ebből négy darab lesz. Jön az egyik láb átnyújtva, vissza a talajra. Másik láb, vissza a talajra. Ebből is négy darab lesz. Két kéz egyszerre fog felemelkedni, minden más szorít le a talajra, és vissza. Ebből is négy darab lesz. Ugyanezt fogjuk a lábunkkal csinálni, nagyon figyelünk rá, hogy nyújt a térd, és visszatesz a talajra. Ebből is négy darab. Majd a két kéz, két láb egyszerre fölemel, kinyit egy picit, vissza, és letesz a talajra, ebből is négy darab lesz.
A gyakorlat végén felnyomjuk magunkat fóka támaszba, hosszú nyakkal leavál, kicsit nyújtunk, majd rácsücsenünk a sarkunkra, és hosszú hátunkat megnyújtjuk oda egyenesen, azaz, és felgördülünk. Itt lesz a gyakorlat vége. Kérem a zenét! Átnyújt a tért, feszít a spic. Jön az egyik kar, vissza. Másik, vissza. A nyakunk végig egyenes, nem emelgetjük a fejünket, a gerincünk folytatása. Jön a láb, nyújtott térddel, átfeszít a spic, pupi csípő marad a helyén. Két kéz egyszerre, leszorít a pocak, nyújt a tért közben, vállakat nem húzzuk fel, azaz, két láb egyszerre, nyújt a tért, nem hajlítjuk, spiccát feszít, azaz, még egy utolsó, kézláb egyszerre is kinyitjuk, nyit, vissza és lent. Térdek végig átfeszítve, spiccek lefeszítve, vállakat igyekszünk lehúzni, és utolsó, azaz, jön a fókaülés. Nyújtjuk a nyakunkat föl egészen a plafonig, egyenes nyakkal, hosszan nyújtózunk, maradunk, azaz, pihenünk egy kicsit, és felgördül sarokülésbe. A következő gyakorlatunkat már állva fogjuk végezni. Egyenes háttal állunk, összezár a két láb, paralel, kihúzzuk magunkat, tartjuk a pocakot, magunk alá húzzuk a popsit, le a váll, előkészítő kartartás. Kiforgatjuk a két lábot úgy, hogy a sarkunkon van a testsúly, majd visszazárjuk. Kiforgatjuk, visszazárjuk. Kiforgatjuk, visszazárjuk, és az utolsó után van egy kicsi szünet. Áthelyezzük a testsúlyt a lábujjak fölé, paralellig beforgatjuk a két lábat, majd visszaforgatjuk első pozícióba. Ebből is négy darabot fogunk csinálni. Jól zárjuk össze a lábakat paralelbe. Kezdhetjük? Igen. Kérem a zenét. Jól le a váll, tart a pocak, kiforgat, vissza. Kiforgat, vissza. Kiforgat, vissza, marad. Jön a beforgat. Csak addig forgatjuk, hogy két vonal legyen a lábfejünk, amik egymás mellett párhuzamosan állnak. Azaz, tart a pocak. Ezt a gyakorlatot már első pozícióból fogjuk indítani, előkészítő kartartással. Csinálni fogunk négy tért hajlítást, azaz demi pliét. És kinyújtjuk a térdet, négy darabot. Ezek után négyről övé fog következni, felemelkedünk fél talpra, majd vissza. Figyelünk rá, hogy végig tartjuk a pocakot, a popsit szorítjuk nagyon erősen magunk alá, átnyújtjuk a térdeket, a testsúlyunk a lábujjaink fölött vannak, és úgy fogunk felemelkedni, mintha egy madzagon húznának minket fölfele a plafon felé, mint egy babát, és visszaereszkedünk. Jó, a rölövénél nem visszazuhanunk, hanem szépen lassan lehelyezzük a sarkakat a talajra. Kezdhetjük? Jöhet a zene! Plié, nyújt. Plié, nyújt. Plié, nyújt. Plié, és jön a négyről övé. Tart a pocak, tart a popsi. Már csak kettő. És az utolsó. Szuper! Következő gyakorlatunk a tandű dögezsé. Először csinálunk egy tandűt, abból egy dögezsét, áthelyezzük a testsúlyt, bezárjuk. Megyünk vissza ugyanezzel. Ezt négyszer fogjuk megcsinálni. Az utolsó dögezsénál
fel fogjuk hozni a kart ide. És jön a pillangós dögezsé, már nem zárjuk be. Ebből 4 darabot fogunk csinálni. Nagyon figyelünk rá, hogy egyenesek maradunk, mint hogyha 2 fal között lennénk. A következő egy sasszé lesz. Leír a 2 kar egy jó nagy kört, és úgy fogunk megérkezni a másik oldalra. Visszafele ugyanez. Arra írja a karom a kört, amerre haladok a dögezséval. Ebből is 4-et fogunk csinálni. Arra figyelünk, hogy a felső testünk végig egyenes marad, szintén, mintha 2 fal között lennénk. Nézzük meg ezt a sasszét egy kicsit részletesebben. Ez valójában egy kis szökkenés egyik lábunkról a másikra. Csak az előbb én nagyon lelassítva mutattam. Egyik lábról a másikra átszökkenünk, mikor összezárjuk őket középen. Érthető? Akkor nézzük meg zenére. Sima dögezsével kezdünk. Plié, tandű, zár, megyünk vissza. Marad a felső test egyenesen, 2 térd oldalra néz. Jön az utolsó, amit nem fogunk bezárni. Felemel a kal, pillangó. Egyik oldal, és vissza. Térdek oldalra néznek, második pozíción keresztül. Jön a sasszé, sasszé. Egyik oldal, jó nagy karikát ír le a 2 kar. És utolsó. Következzen a passé gyakorlatunk. Végig húzzuk a lábfejünket a lábszárunkon, befele térdel, majd visszahelyezzük a talajra. Megismételjük a másik lábunkkal is, és visszatesz a talajra. Ebből 4 darab lesz. Következik az, amikor felhúzzuk a térdet, kiforgatjuk, visszaforgatjuk, és visszahelyezzük a talajra. Ebből is 4-et fogunk csinálni. Egyik láb, másik láb. Nagyon figyeljetek rá, hogy végig nyújtva vannak a térdek, a popit magunk alá szorítjuk, tartjuk a hasat, a karunkat csak szabályosan oldalirányig emeljük, se hátrébb, se előrébb, szabályosan oldalra, és nézzetek ki magatokkal szemben egy pontot, csak arra figyeljetek végig, ne nézelődjetek sehova máshova. És húz a láb, és vissza, tart a pocak, végig egyenes a hát, vállak nem emelkednek fel, nyújt a térd. Jön a kiforgatós, felhúz, kiforgat, tart a pocak, tart a pocak. Már csak 2. Utolsó. A következő passé gyakorlatunkat már első pozícióból fogjuk indítani. Végig oldalt lesz a karunk, lehúzzuk a vállakat, tartjuk a derekat és a pocakot, feszítjük a popsit is. Olyan érzés, mintha poharak lennének a karjainkon, és nagyon tartanunk kell végig, nehogy leboruljon valahova valamelyik. Illetve, hogyha én ide jövök, és leszeretném nyomni a karodat, akkor ne tudjam lenyomni. Annyira erősen kell tartani. Ez az alappozíciónk. Fel fogjuk húzni a passzénkat, egyből oldalirányba néz majd a térdünk, egy pillanatra, majd visszahelyezzük a talajra. Nagyon fontos lesz a testsúlyáthelyezés, mert egyből a másik lábunkat fogjuk felhúzni, és visszahelyezni a talajra. Arra figyeljetek, hogy a nagy lábújjam végig simogatja a lábszáramat, de nem támasztom rá a lábfejemet vagy a bokámat, csak épp, hogy hozzáér a nagy lábúj, és visszatesz a talajra. A másik lábra is ez vonatkozik. Nem támasztjuk be a bokát, csak hozzáér a lábújunk. Nézzük zenére! Tart a pocak, le a váll! Egy
egyik láb, vissza. Másik, vissza. Azaz, térd oldalra néz. Kihúzza a hát, popsi szorít össze. Utolsó. Az eddig tanult lépéseket most összefűzzük egy kicsi tánccá. Először a kiforgat-beforgattal kezdünk. Kettő, majd egy plié, nyújt. Rölövé, letesz a sarok, tandű oldalt, pillangókkal. Négy darab pillangós dögezsét fogunk csinálni, jobbra is, balra is. Majd megcsináljuk négyszer a sasszés, körbe akar dögezsékat. Lezárjuk, bezárjuk paralell a lábat, felemelkedünk rölövébe. Szűvi körbe, leereszt a sarok, kiforgat első pozícióba, lezár a kar. Első pordöbre, bezárjuk, hátra tesz a láb pukedlibe, és lezár az egész. Nézzük zenére, összezár a két láb. Mehet. Beforgat, szüncsi, tandű, dögezsé, két fal között vagyunk, ugyanez sasszéval. Bezárjuk, paralel, rölövé, szűvi, letesz a sarok, kinyit elsőbe, jön a pordöbre. Hátra helyez a láb pukedlibe, meghajolunk, bezárjuk. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok, találkozunk a jövő szombaton.